budai úti református templom megtelt hívekkel vasárnap este. Németh Tamás, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora az első előadásában a 10 parancsolatról beszélt. Mint mondja, olyan igét adott általa az Úr, amelyet néha borzongva olvasunk, de mégis ajándék. Az első parancsolat: én az Úr vagyok, a te Istened. Minden embernek van Istene. Ha önmaga az Istene, akkor is, hogyha valaki más embert imád, akkor is. Minden embernek van Istene, és tulajdonképpen ezzel kezdődik a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. És mit jelent ez, hogy nekünk Istenünk van? Ennek milyen következményei vannak, milyen konzekvenciái vannak, mi az áldása, és mi a figyelmeztető jelzés mellette. Németh Tamás elmondta, minden parancsolat ennek az egynek a függvénye, a megfogalmazásnak pedig hangsúlya van. Az első parancsolatot választottam azért, mert tulajdonképpen az összes többi parancsolat nem is felszólító módban van írva az eredeti szövegben, hanem jövő időben. Tehát úgy kell érteni, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, tehát nem lesznek bálványaid, tehát nem fogsz ölni, tehát tiszteled a szüleidet, és ez mind jövő időben van. Németh Tamás hozzátette, strukturálisan a magyar nyelv is keleti nyelv. Hogyha valakinek azt mondjuk, hogy ezt ne csináld, vagy ezt nem fogod megcsinálni, az nem ugyanaz. A jövő idejű megfogalmazás még erősebb féltést tartalmaz.